Augusztus 23-án szerdán 19 órától stand-up komédiás lesz a Városi Művelődési Központban. Kormos Anett 3 év hallgatás után Topless című önálló estjével szórakoztatja a közönséget. Az elmúlt időszakban forgatókönyvírással foglalkozott, azonban hiányzott neki a közönségtől érkező közvetlen visszajelzés. A humorista stílusa szókimondó, témaválasztása pedig tabu döntögető. A Dunaszerdahelyi nyár programsorozat 4. fellépőjeként a Feinschmeckers Music Band lép színpadra. A 2012-ben alakult Somorjai együttes zenéjében a fő vonalat képviselő funky mellett megtalálhatók a rock, a blues, a jazz és a latin zene elemei is. A 6-tagú formáció koncertje augusztus 24-én csütörtökön 20 órakor kezdődik a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti téren. A DAC labdarúgó csapata augusztus 26-án szombaton 18 órai kezdettel a Besztercebányai Dukla csapatát látja vendégül a MOL Arénában a Niké Liga 5. fordulójának mérkőzésén. A 2022-23-as bajnokságban 4-szer is megmérkőztek egymással, és összesen 10 gólt szerezve valamennyiszer a dunaszerdahelyiek nyertek. 3 forduló után a DAC a 4., a Dukla pedig a 6. helyen áll. A szlovák nemzeti felkelés 79. évfordulója alkalmából koszorúzást tartanak Dunaszerdahelyen. A helyszín a szokásoknak megfelelően a Mártír emlékmű lesz, amely a Szent István téren található. A rendezvény augusztus 28-án hétfőn délelőtt 11 órakor kezdődik. A megemlékezés szervezője a Csallóközi Népművelési Központ. Idén 4-szer rendezik meg a Dunamenti Kamarazenei Fesztivált, amely városunkat is érinti. Bősze Ádám zenetörténész műsorvezető ismeretterjesztő előadást tart Félix Mendelssohn Bartholdyról, majd zenészek és énekesek közreműködésével elhangzik a zeneszerző egyik műve. A rendezvény augusztus 29-én kedden 19 órakor kezdődik a Csallóközi Múzeumban.